A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári beszélgetések nézőit. A mai este egy nagyon izgalmas ember a vendégem, Klok Balog Péter. Köszöntelek téged is, Péter. Szia Levi, köszönöm a meghívást és köszöntöm a nézőket. Peti még nemrég egy olyan dologgal keresett meg engem, hogy bár nagyon sok mindent csinál, de mégse került be a Fehérvár tévébe soha, úgyhogy most ezen is átesünk, és először is szeretnének arról megkérdezni, hogy te ugye a Ciszterben kezdted -e meg még a tanulmányaidat, de valamilyen oknál fogva a láncosba tetted át a székhelyedet, ahol egyébként rengeteg mindent csináltál a Táska Rádióban is, de miért volt ez az iskolaváltás? Hát nagy szerepe volt ebben a Táska Rádiónak, mivel én már 13 éves koromban csatlakoztam a Társkarádió stábjához, tehát a Ciszter mellett jártam át oda műsorokat készíteni. Sőt, igazából ez az egész rádiózás, ez már kisgyerekkoromban kezdődött. Én már hat évesen is azt játszottam nyáron, amikor otthon voltam, hogy egy, -egy keverőpultra, egy egyszerű keverőpultra ráduktam egy mikrofont, meg egy CD lejátszót, kiraktam az ablakba a hangfalat, és zenéket raktam be, és azok közt beszéltem, és az egész utca azt hallgatta. Szóval a rádiózás iránti érdeklődés meg szeretett már kiskoromban is megvolt, ugyanígy a televíziózás felé is, tehát már gyerekkoromban berendeztem a szobát TV stúdiónak, és ilyen amatőr kis béna TV műsorokat készítettem, amiket kiírtam DVD-re, vagy feltöltöttem a YouTube-ra és aztán amikor elindult Fehérváron a Táska Rádió, annak én nagyon örültem, hiszen olyan érzésem volt, mintha azt nekem találták volna ki, mintha nekem hozták volna létre. Tehát egy igazi rádió, ami frekvenciával is rendelkezik, és általános meg középiskolás diákok készítik a műsort, hát ez, ez, ez szerintem fantasztikus dolog, és nincs is más ilyen az országban. Úgyhogy csatlakoztam, és nagyon rákaptam az ízére, aztán, aztán ugye az oktatással kapcsolatban kiderült, hogy én nem vagyok egy ilyen nagyon tanulós típus, és ezért a, a Ciszter az egy, az egy, erősebb iskola ilyen tekintetben, míg én már elég erősen orientálódtam az, az, alkotás felé, és a, és a láncosban, úgy éreztem, hogy a láncosban jobban ki tudok teljesedni, hogy ott jobban tudnak engem támogatni azokban a dolgokban, amik, amik engem valóban érdekelnek, és hát nem mellesleg ott volt a Táska Rádió is, ami, ami onnantól lett igazán aktív, tehát onnantól kezdve minden egyes nap, amikor vége volt az óráimnak, ilyen kettő-fél-három magasságában, akkor fölmentem a tetőtérbe, a stúdióba, és ott voltam egészen, zárásig, úgyhogy én gyakorlatilag a Táska rádióban éltem, az otthonomban meg csak aludni jártam haza, úgyhogy ez így ment egészen addig, amíg le nem érettségiztem. Ugye rólad eléggé, eléggé sokat lehetett az ügyben is hallani, hogy uh, igaziból kicsit, uh, hogy is fogalmazzak szolidan, de nem voltak veled kedvesek az osztálytársaid, illetve az iskolatársaid, és ez ennek kapcsán te nem is olyan régen, 2022-ben talán voltál a Ciszterben is egy hittanóra, illetve osztályfőnöki óra keretében tartani a bullyingról előadást. Erről is tudnál egy kicsit mesélni? Igen, én azt hiszem, hogy amik velem történtek, azok nem egyedi esetek. Tehát igen, én, én nyilvánosságra hoztam a Facebookon egy, egy, egy történetet, ami, ami velem történt, 12 évvel ezelőtt egy sítáborban, euh, amikor engem, euh, hát, euh, amikor a, a, a bullingolás már csúcsra járatták, tehát hogy letépték rólam a, a ruhát, euh, kidobták a papucsomat az ablakon, körbeálltak, leköpködtek a fejem, egy dobos sört, stb. Ugye ez már egy szélsőséges esete ennek. De, de azt hiszem, hogy nem csak akkor kell ezekről beszélni, amikor valamilyen szélsőséges történik, hiszen, hiszen a valódi verbális bántalmazás és pont, hogy apró beszólásokból tevődik össze, és azt látom hogy ennek rengeteg gyerek ki van téve. Azt látom hogy ebben a korban, ebben a 13-14 éves korban nagyon erősen megjelenik a, a, a rossz indulat, és, és nem, nem gondolom, hogy a gyerekek gonoszak lennének, csupán, csupán azt hiszem, hogy a, az empátia az még kevésbé alakul ki ebben a korban. És, és én, én felidegesítettem magam azon, hogy nem foglalkozunk ezzel elég komolyan, mert azt látom, hogy nagyon sok felnőtt homokba dugja a fejét, és, és legyint az, hogy ágy gyerekek, a gyerekek piszkálódnak, hát majd kinövik, de közben meg azt látom, visszagondolok régi évfolyamtársaimra, korombeliekre, hogy vannak, akiket egészen komolyan meg tudnak nyomorítani, traumatizálni tudnak ebben a korban, ami az egész életükre kihatással lesz én szerencsésnek mondhatom magam, mert én a láncost már említettem, meg a táskarádiót, ott én egy olyan kényelmes környezetbe kerültem, meg egy olyan támogató, szerető közegbe a tanári kar, meg a vezetőség által, hogy, hogy nekem helyre tették az önbizalmamat. De itt tíz év távlatából visszagondoltam erre az eseményre, hogy én ezt nem mertem elmesélni senkinek, és, és, és ilyen hosszú idő után jutott eszembe, hogy talán erről beszélni kéne. Ezért az egészet leírtam, megosztottam a Facebookon, ezt több száz ember megosztotta, meg lájkolta, meg, meg reakciózott rá, meg se többi. És akkor, és akkor ennek volt az eredménye az, hogy, hogy egyrészt a Székesfehérvári Diáktanács is meghívott engem egy beszélgetésre, ami nagyon jól esett, és a CISZTER is. Ahova én annak idején jártam, ez, ez egy különlege, különösen pozitív élmény volt, mert igen, ahogy te is mondtad, részt vettem egy hittanórán és egy osztályfőnöki órán, ahol pont olyan korú gyerekekkel beszélgethettem erről az esetről, mint amilyen korú voltam akkor, és, és nekem ez nagyon sokat jelentett, és hogy, és hogy én talán el tudtam-e érni ezzel valamit, azt nem tudom, de úgy vagyok vele, hogy ha csak egy embert is egy kicsit elgondolkoztattam, akkor én már nagyon boldog vagyok. Hogy kell egyébként elképzelni egy ilyen érzékenyítő órát? Hát a érzékenyítő órának nem nevezném, mert, mert az egy kicsit szitok szó is, hogy érzékenyítő, meg én nem, nem volt bennem olyan tudatosság, hogy, hogy, én most én pszichológiai trükkökkel én most itt hatást gyakorlok a gyerekekre, hanem egész egyszerűen csak elmeséltem a történetet az elejétől végéig úgy, ahogy volt és mondtam, hogy kérdezhetnek bármit. És amiket feltettek kérdéseket, azokra én, én válaszoltam, meg próbáltam valamiféle tanácsokat adni, hogy, hogy, hogy ők, hogy hogyan érdemes figyelni a kommunikációra, hogyha mondjuk valakit nem is kedvelek, akkor hogyan tudjam neki tálalni mondjuk az én negatív észrevételeimet, anélkül, hogy vérik sérteném, de, de figyelni kell szerintem ilyenkor, hogy ne legyünk olyan kioktatóak, mert hogyha az ember elkezd tanároskodni és így kioktatni a gyerekeket, hogy nem bántjuk egymást, mert az rossz értelm, akkor annak, annak semmi nyoma nem lesz. Tehát, tehát szerintem egész egyszerűen ezeket a történeteket kell meghallgatni. Mindezen ne nehézségek ellenére most arra eléggé sikeresnek mondhatod magadat, hiszen a Színház és Egyetemnek a hökelnöke is lettél, de az odavezető utadról tudnál egy kicsit mesélni? Ugye az M2-ben is megfordultál. Igen, leérettségiztem 2017-ben, és én csak az szf a Színház és Egyetemre jelentkeztem, tehát megkockáztattam. Ugye azt tudni lehet, hogy hogy oda viszonylag keves, keveseket vesznek fel, ezért előfordul, hogy az embernek nem sikerül elsőre. Nálam ez olyannyira így volt, hogy ötödik évben vettek fel engem, és addig, amíg engem fel nem vettek, addig dolgoztam. Először a Lánchíd Rádióhoz mentem riporternek, ami csak kilenc hónapig tartott, de nagyon tanulságos volt, hogy így 19 évesen nulla tapasztalattal belecsöppentem, egy ilyen szitúban, mert akkor voltak az országgyűlési választások, 2018-es választások, ami hát szerintem az egyik ilyen legindulatosabb, meg legmocskosabb kampány volt az összes közül, és ezt, ezt most bármiféle elfogultság nélkül mondom, és, és, akkor én nagyon belekerültem a közepébe, tehát rengeteg tüntetésen, ünnepsége, március 15, fórumokon, konferenciákon, pártrendezvényeken, rengeteg ilyenen jártam, és, és, és közelről beleláthattam ebbe, meg, meg hát akkor volt az az ügy, hogy amikor megvoltak a választások, akkor két napra rá a rádiónk tulajdonosa hozott egy döntést, hogy, hogy megszűnik a rádió. És Betereltek minket, behívtak minket egy állománygyűlésre, a teljes szerkesztőséget, meg a magyar nemzetnek a szerkesztőségét. Ott álltunk a folyosón, és az akkori főszerkesztő egy, egy, egy mikrofonba, meg egy ilyen hordózható hangfalba mondta el, hogy felhívott reggel a tulajdonos úr, és úgy döntött, hogy, hogy ma éjfélkor a sugárzást azt, azt leállítjuk, leállítjuk a misorkészítést, és a holnapi lap a Magyar Nemzetnek az utolsó megjelenő száma. Aztán az más kérdés, a Magyar Nemzet azóta már újraindult teljesen más értékek szerint, de, de hogy, ahogy, ahogy ezt, ezt, átélhettem, az nagyon meghatározó volt, mert ugye megvolt ez a bejelentés, perceken belül kiszivárgott, és ellepték a, az épületet, a mindenféle újságírók, tényleg az összes sajtóorgánumtól, és akkor ott fotóztak, meg tartották a mikrofont, tényleg, mint a filmekben, hogy most akkor mi lesz, úgyhogy így indult. Szóval ez, ez szerintem nagyon sokat segített, egy, mélyvíz volt gyakorlatilag, és ezután ez egy éles váltás volt, hogy átmentem az közmédiához, ami, ami ugye teljesen másik irány, de a közmédián belül ráadásul az M2 gyerekcsatornához, ahol először gyakornok voltam, aztán utána felvettek teljes állású szerkesztőnek, és aztán végül műsorvezető is lettem. Én a Hetet Hét Kaland című műsort csináltam, ami egy négy-hét éveseknek szóló gyermekmagazin műsor, és akkor ebbe gyártottam anyagokat, meg mint említettem, műsorvezetője is voltam aztán az utolsó évben, amikor ott dolgoztam. Ugye te most filmrendezői szakra jársz, ha jól tudom, de ebből ki lehet találni az életutatból, hogy nem annak készültél. Ö, mégis megtaláltad a helyedet? Szerintem igen. És ez is jó sztori amúgy, hogy hogyan alakult, mert, mert én minden évben, ugye öt éven keresztül felvételiztem az sff minden évben a televíziós műsorkészítőre felvételiztem, tehát ötször, és az ötből egyszer sem vettek fel arra a szokra felvételiztem a hangmesterre is kétszer, arra se vettek fel, és az utolsó évben, amikor már amúgy úgy voltam vele, hogy hát, hogyha most nem sikerül, akkor már nem jövök többet, mert nem lehet ezt a végtelenségig csinálni, akkor volt egy ilyen sugallat, hogy, hogy meg kéne próbálnom a, a filmrendezést. Mert, mert ugye akkor már az M2-nél dolgoztam, és bár tévéműsort készítettünk, de, de ott nagyon sok olyan Elemmel találkoztam, ami, ami inkább a filmezéshez áll közelebb, mint a, mint a klasszikus televíziózáshoz. És akkor kezdett lízgatni. Előtte egyébként nem, nem is akartam filmrendező lenni, tehát akkor jött egy ilyen csíra, egy gondolatsíra, és, és akkor arra vettek fel végül. Elképesztő meglepetés volt. Először kicsit zavarban is voltam, mert nem gondoltam, hogy nulla filmes tapasztalattal én erre a szakra bekerülhetek, de most már, hogy harmad éves vagyok, és éppen a diplomafilmünket készítjük elő, így, így most már elmondhatom, hogy szerintem nekem erre a szakra kellett bekerülnöm, mert itt rengeteg új dolgot tanultam, rengeteg új dologban próbálhattam ki magam, közel kerülhettem a, a színházi világhoz is, rengeteg színésszel tudtam megismerkedni. Úgyhogy, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ez összejött. Már két vizsgafilmen is túl vagy. Ezekről a filmekről tudnál mesélni, hogy mi ikletet, meg miről is szólnak ezek valójában? Igen, az első évben egy olyan vizsgafilmet készítettem, ami, ami egy kisvárosban játszódik, és egy olyan fiúról szól, akit eh, sokat bántanak a kortársai. Mi lehetett az, ami megített? Nem is tudom. Nem tudom, nem tudom. Egyébként zárójelben mondom, hogy, hogy, hogy kezdő filmesként szerintem az a legtermészetesebb dolog, hogy az ember saját életéből hoz szituációkat, hiszen, hiszen nekünk föl kell rakni egy térbe színészekkel szituációkat, helyzeteket, és az, ahhoz, hogy ezt hitelesen ugye meg tudjuk rendezni, hogy tudjuk instruálni a színészt, meg meg tudjuk írni, érdemes olyan szituációkat választani, amikkel már személyesen találkoztunk, mert sokkal mélyebben, rétegzettebben tudjuk átlátni. Ennek ellenére ez az első filmem, ez, ez egyébként szerintem nem lett olyan jó, de ezt tudom annak, hogy tényleg nulla tapasztalatom volt első évben. Az volt egyébként a történet, hogy a srácot azzal, azzal bántották, hogy ő meleg, és ő elment a paphoz, akihez hittan órára jár, hogy, hogy neki ezt a, ezt a bűnét, és ebből lett egy, egy érdekes tanulság, amit a, a, a pap, akit László Zsolt alakított, ő, ő mondott erre egy iránymutatást. Nagyjából ez volt a film története. A második filmem, a második, ami a legutóbbi, az, az már szerintem egyel élvezhetőbb lett, mint az első. Az is egy vidéki kisvárosban játszódik, és egy olyan fiúról szól, aki megtalálja az édesapjának a lemezjátszóját, a padláson, amiről kiderül, hogy varázs ereje van, vagy ha felrak rá egy lemezt, akkor bárki is legyen ott, az elkezd kényszeresen táncolni. És akkor vérszemet kap ez a fiú, hogy hát neki ilyen különleges szerszám van a birtokában, akkor ő neki el kéne menni a világot látni, és híre, híres akar lenni, ő mindenkit meg akar táncoltatni a világon. De az anyukája visszatartja, mert nem akarja, hogy maga egyedül maradjon a nagyházban, és rábeszéli arra, hogy, hogy inkább legyen csak itt a városban híres. Ez egyébként veled is megtörtént? Édesanyád visszatartott így a... Nem, ez nem. Tehát nyilván a filmeknek nem minden eleme történt meg. Engem szerencsére soha nem tartottak vissza, az én családom, a szüleim különösen mindig is nagyon támogatóak voltak, tehát én bármit akartam, azt mondták, hogy jó, mennyi csinált. Viszont, viszont úgy éreztem, hogy, ez, a, helyzet, vagy ez a konfliktus, ez jól tud működni ebben a, történetben. És ugye az, az arról szól a film, hogy hogy a kisvárosában szerencsét próbál ez a fiú, de, de ez nem igazán sikerül neki, mert, mert eléggé belterjes közeg, ahol már meg, le vannak osztva, hogy, hogy, hogy ki, ki, mit csinál, kinek mi az érdeke, és, és nem hagyják lényegében érvényesülni, gyakorlatilag irigyek lesznek rá, hogy, hogy, hogy itt van valaki, ki híresebb lehet náluk, és akkor az a, az a történet vége, hogy, hogy végül is csak el, elindul világot látni. És a diplomafilmed, na az miről fog szólni? A diplomafilmem egyébként, hát most nem akarok nagyon spoilerezni, most gondolkodom, hogy, hogy mennyit áruljak el belőle, mert nagyon az elején vagyunk, tehát az első verzióját írtuk meg a, a, forgatókönyvnek, ami hát még nagyon az eleje így az előkészítésnek. Mivel ugyanazzal a forgatókönyvíróval dolgozom, mint az előzőben, ezért nagyon hasonló lesz a hangulata, meg a stílusa, és ebben is meg fog jelenni egy, egy varázslatos elem, ami hipnotizálni tudja az ember, csak ennek más lesz a funkciója. Annyit elárulhatok, hogy ez ez, ez a, a szüzességnek az elvesztéséről, vagy a, a szexuális vágyaknak a megjelenéséről kamaszkorban arról fog egy kicsit szólni, csak egy kicsit megcsavart, kifordított és, és groteszk formában egy felnővés történetet készülünk írni beszéljünk akkor egy kicsit a jelenről, illetve a közelmúltról. Ugye te már talán a modellváltás után kerültél a Színművészeti Egyetemre, és nem sokkal utána lettél két évre, rá talán hökelnök. Körülbelül igen. Mennyire volt nehéz dolgod mindezek ellenére, ugye ott előtte voltak viszályok, konfliktusok az egyetemen? Voltak bizony, ö nagyon nehéz időszakba kerültünk oda. Mi voltunk az első évfolyam, akiket a, a, modellváltás után felvettek, és az évfolyamon rengetegben vagyunk, akik nagyon sokat hezitáltunk, hogy ezek után felvételizünk oda, mert tényleg óriási botrány volt, és, és akkor elindult egy nagyon csúnya széthúzás a színházi, meg a filmes szakmán belül is, ami most is tart. Talán egy pici konszolidációnak már jele van, nem akarom elkiabálni, de hogy hogy nagyon heves indulatok, meg, meg széthúzás lett, és, és, nagyon féltünk ezután oda menni. Aztán végül is úgy voltunk, hogy adnunk kell egy esélyt, mert nem lehet semmivel se azt csinálni, hogy, hogy a zsigerből elutasítom, anélkül, hogy megnézném. Aztán úgy voltunk elő, hogy oda megyünk, megnézzük, aztán, aztán meglátjuk. És is bevált. Én, én örülök, hogy oda elmentem, mert sehol máshol nem kaphattam volna egy ilyen lehetőséget az országban, hogy arra vagyok kötelezve, hogy csapatban alkossak és művészeti produkciókat készítsünk. Tehát ez, ez szerintem az egyik legcsodálatosabb dolog a világon. De azt is megfogadtam, amikor beiratkoztam, hogy, hogy én mindig is kifogok fogok állni. A, az autonómiánk, a szabadságunk, meg a hallgatóság érdekei mellett, mert ugye minket azzal vádoltak, hogy mi engem megalkuló emberek vagyunk, akik most propaganda anyagokat fognak gyártani, stb. stb. És szerintem már egyébként nagyon sokszor rácáfoltunk a filmjeinkkel, hogy ez nem igaz. De én nagyon komolyan veszem azt, hogy a hallgatóknak legyen egy, egy érdekképviselete, és ezért is döntöttem úgy tavaly, hogy elindulok a hökválasztáson, mert mert szerintem ennek a feltétele az, hogy legyen egy olyan hallgatói önkormányzat, ami mindig bármilyen körülmények között kiáll a hallgatók érdekei mellett, legyen, legyen az a körülmény bármilyen. És korábban nem tettem sokat a, az egyetem közéletéért, de én is vertem az asztalt, hogy valaki csináljon már valamit, mert nem igaz, hogy, hogy, hogy nincs egy, egy rendes, aktív, összetartó hök, aztán így jelezték nekem többen hogy talán nekem kéne megpróbálnom. És és el is indultunk. Ez volt egy választás mert két csapat is indult. Igen ugyanállatok csapatban kell indulni nem tudom hogy hány fő az elnökség. Kilenc fő úgy van igen hogy, hogy hogy nem elnökök versengenek hanem csapatok kilenc fős csapatok. Két csapat volt úgyhogy egy rendes kampányt kellett csinálni. A szeptemberünk, meg az októberünk nagyjából erre ment rá, és nagyon boldogok voltunk, amikor megvolt a választás, és kijöttek az eredmények, és az lett az eredmény, hogy a, a hallgatóknak a 74%-a minket választott. Úgyhogy, úgyhogy jelenleg is, is dolgozunk, és, és szervezzük a, a programokat, meg a különböző dolgokat. Volt már fórumunk, a a rektorral, az új rektorral egy hallgatói fórum, de most például tegnapi nap az intézet vezetéssel volt egy filmes fórum, ahol megbeszélhetjük a, a, a problémákat, meg megbeszélhetjük az igényeket, korábban ilyen nem is volt egyébként, tehát hogy, hogy mi, mi csináltunk így a modellváltás óta először ilyen fórumot, illetve Szervezünk programokat, különböző bulikat, de például nemrég Reis Gábor független filmrendező jött el hozzánk egy beszélgetésre. Most következőnek Boros Martin, a nyersanyag című filmrendezője olyan Osvát Gábor producerrel, aki a Frisús Filmfesztivál egyik főszervezője is. Úgyhogy, úgyhogy próbálunk olyan lehetőségeket is teremteni a hallgatóknak, amiket mondjuk nem biztos, hogy megkapnának csak úgy. És mi szerint választottad ki egyébként az elnökségi tagokat? Gondolom, ezt neked kellett. Igen, ezt nekem kellett, de ez, ez nem annyira bonyolult, mert az SFF az egy nagyon szűk közösség. Kevesen vagyunk, nem mint egy nagy egyetemen, mint az elt. tehát szinte mindenki ismer mindenkit. Én különösen, mert én, én figyelek arra, hogy eljárjak megnézni színész hallgatóknak az előadásait, elmegyek velük utána iszogatni, meg ilyesmi. Ezért én képben voltam azzal, hogy kik azok a hallgatók, mind a három intézetben, vagy három intézet van nálunk, a színművészeti, a filmművészeti és a drámaelméleti intézet. És képben voltam, hogy melyik intézetből kik azok az emberek, akiknek fontosak az egyetemnek a közügyei. És, és, és ki tudtam, hogy kik azok, akikkel hasonlóan gondolkodunk a világról, meg a, a közéletről. És ezeket az embereket kértem fel, őket kerestem meg, és, és, és nagyon sokan lelkesek voltak, és igent mondtak, mondták, hogy nagyon szívesen. Úgyhogy, úgyhogy mások is vannak még ebben a csapatban, akik akik aktívan dolgoznak folyamatosan, hogy a hök minél, minél jobban működjön. Mind a három intézetben vannak egyébként, mert, mert ezt az alapszabály elő is írja, hogy olyan hököt nem lehet csinálni, amiben mondjuk csak filmesek vannak. Tehát fontos, figyelni kell a paritásra, hogy a színházasok, meg a drámaelméletisek ugyanúgy képviseltessék magukat. Meg a hők az delegált tagokat például a szenátusba, ami az egyetemnek a fő döntéshozó szerve, ott ülünk, nekünk is szavazati jogunk van. Ezen kívül vannak bizottságok közösen az egyetem vezetésével, amik például az ösztöndíjakról döntenek. Úgyhogy nagyon sok olyan fontos dologban is részt veszünk, ami, ami bizonyos hallgatóknak élethalál kérdés, mert például a hők a, a szociális támogatásoknak a kezelése. Így a végének egy vége felé közeledve egy utolsó kérdés, hadd tegyek fel, hol találhatjuk meg a munkásságodat, illetve ö, mikor láthatjuk majd a diplomafilmedet? A diplomafilmem az, az sokára lesz még, addig még várni kell, mert a mert egy állami támogatásból fog várhatóan reményeink szerint készülni, erről nyilván részleteket még nem lehet elárulni, de hogy most éppen pályázni fogunk az nfi erre, tehát ennek a pályázatnak le kell majd még mennie, és és el kell, hogy induljon a gyártási folyamat, aztán majd bemutatás, forgalmazás, fesztiváloztatás, ez egy összetett dolog, úgyhogy nem, nem, nem tudok még erről részleteket mondani, ez több év múlva fog eljönni. A, a legutóbbi filmem, a vizsgafilmem, az fel fog majd kerülni a Youtube-ra, de azért nem tud még kikerülni, mert neveztük néhány fesztiválra, és amíg ezek a fesztiválok le nem futnak, addig nem, nem szabad nyilvánosságra hozni, hiszen nagyon soknak az a, az a feltétele, hogy a fesztiválon kell, hogy legyen a, a premier. De amint ezek kifutnak, nyilvánossá fogom tenni, mert, mert nyilván nekem is az az érdeke, hogy minél többen lássák, ezt valószínűleg a YouTube csatornámon fogom megtenni. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, szerintem egy nagyon érdekes embert ismerhettek meg benned a tévénézők, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ha tehetik, tartsanak velünk legközelebb is, további szép estét kívánok, viszontlátásra! A termék megjelenítést tartalmazott.